kockáztatni ezt a riportot, bejöttem szokás szerint az érzőt a Kerékszövetkezetben, beszéltem a titkárnővel, hogy rendezzen időpontot nekünk, és erre adott egy telefonszámot, azt felhívtam, ott egy egészen más település jelentkezett be, ahol adtak egy másik telefonszámot, ahol meg azt hiszem kápolnásnyék jelentkezett be, és mindenütt azt mondták, hogy PH-ról. Én ezen nagyon meglepődtem, mert nem tudtam, hogy megszűnt az érci takarékszövetkezet. Most igaz, ez tényleg megszűnt az takarékszövetkezet? Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a televízió nézőit. Mindjárt hagytál folyam, nem szűnt meg, sőt, én azt mondom, hogy sokkal-sokkal nagyobb lett. Nagyon köszönöm a kérdését, valóban fontos, hogy tisztázok itt a sajtó és a nyilvánosság előtt is, hogy az érci takarék és B3 takarék a kettőnél miképp kapcsolódik egymáshoz. A tavalyi évben, a nyár végén, egészen pontosan augusztus 31-ével 10 takarékszövetkezet egyesült. Ez a takarékszektornak a legnagyobb egyesülése volt, ami eddig történt, hiszen még soha ebben a szektorban 10 takarék nem egyesült. Ennek a része volt az Ilci takarékszövetkezet, és így tavalyi év, tehát 2015. szeptember 1-től B3 takarék néven folytatja munkát az Ilci takarék is. Ez egy nagyon modern név, ez a B3, ez egyáltalán hogy alakult ki, illetve hát miért kellett úgymond az érzi takaréknak megszűnni és beolvadni ebbe az egyesülésre? Ügyfelekkel való tárgyaláskor, találkozáskor és különböző roadshow ügyfél rendezvényeken sokszor kérdezik meg az ügyfelek, hogy ez a B3 mit takar és mit fed le. Van ennek értelme a szónak? Jelentem és mondom, hogy igen, van. Ez utal arra, hogy az egyesülésre létrejött takarék milyen területeken tevékenykedik, és akkor mindjárt megfejtjük a három darab B-nek a jelentését, ez Budapest, Bakony és a Balaton. Ezzel mindjárt is mondtam, hogy Közép-Magyarországon tevékenykedünk, ugye, és hozzátéve büszkén, hogy Közép-Magyarországnak egy meghatározó takarékja pénzítete lettünk ezzel az egyesüléssel. Ez egy nagyon nagy területet volt, Budapest, Bakony, Balaton, tehát hogy képesek lefogni ezt a területet, illetve hány fiók van, valamit mondjon erről a felépítésről? Azon, hogy ehhez a válaszhoz a számokat nem tudjuk megkerülni, tehát kell, hogy egy-két számmal programérzeket tenni a nézők számára azt, hogy ezzel az egyesüléssel egy mekkora, milyen erős és nagyszerű takarék alakult ki. 123 fiókkal rendelkezünk, és hogy mondtam, ez a Budapest, Bakony és Balaton, ez 4 megyét fed le. Egy-két szám még, a saját tőkénk az 6 milliárdosra növekedett ezáltal, a mindegyszer összegünk a 110 milliárd, és több mint 100 ezer eredeti fél bankon nálunk. Ilyenkor nem lehet megkerülni azt a kérdést, hogy miért jött létre, tehát hogy mi az oka azon kívül, hogy nagyobb pénzösszeg felett rendelkezik, nagyobb a mozgástér, egyszer csak felébredtek úgy az érci takarékszövetkezet tulajdonosai, hogy na, most már inkább egyesülni kellene, nem működött jól az érci takarék. Jól működött. Sok kérdés volt egyszerre. Köszönöm, jól működött, igyekszem velek válaszolni így sorrendben. Én azt gondolom, hogy a kihívások mint a világban, mint egy Magyarországon, illetve kicsit szűkebbre fogva a bankpiacnak az integrációja, egyfajta szituációt teremtett arra, hogy ezek az intézmények koncentrálódjanak. Nagyon fontos, hiszen ezáltal a tőkeerő biztonságunk sokkal erősebb, sokkal jobb lett, és ahogy előbb elhangzott és mondtam, egy nagyobb területet tudunk lefogni. Tehát ez az ügyfélek kiszolgálása sokkal kényelmesebbé vált, hiszen ha egy zírt ügyfél például Budapesten tartózkodik, akkor be tud menni már egy B3-as fiókba, és ott az ügyeik úgy el tud intézni, mint zírcen. Ez mindenképpen előnyös. A másik a költség és méret hatékonyság. Ezáltal ugye költségeink csökkennek, hatékonyságunk nő, tehát ügyfélek számára kedvezőbb lehetőséget tudunk teremteni ezzel az egyesüléssel. Beszélt a biztonságról, hát a biztonság az a bankoknál nem fontos dolog, de elsősorban a bizalomra épül. Miért bízunk meg a B3-ba jobban, mint az érzi takarékban? Én azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy az ügyfeleinknek a pénzét biztonságban tudjuk, és az érzi takarék is nagyon biztonságos volt. Itt viszont egy kettős biztonságról, egy kettős védelemről tudunk beszélni. Egyrészt a kedves ügyfelek által és a kedves tévézők által ismert OBA garancia védi az ő nálunk tartott betéteiket,
És a másik, hogy a B3 takarék részé vált egy integrációnak, amelyben 90 takarékszövetkezet vállal a garanciát egymásért, tehát ez az úgynevezett második biztonsági fokozat, amit mi tudunk nyújtani pluszként az ügyfelek számára. Az értékeinket szeretném még hozzátenni, hogy mi továbbra is családbarát, ügyfélbarát, magyar, mi nagyon fontos, azt gondolom, és helyi bankként kívánunk működni. Tehát ha bemennek a már megszokott fiókékban a meglévő ügyfeleink, illetve azok az ügyfelek, akik még eddig nem az ügyfeleink, akkor a már megszokott kollégákkal fognak találkozni a B3-as logó alatt, és ugyanazzal a szakértelemmel, bizalommal tudnak hozzájuk fordulni, mint ahogy eddig tették. Azt mondja, hogy ugyanazokkal a kollégákkal, hát én arra lennék kíváncsi, egy ilyen összevonásnál, tehát amikor több pénzintézet vagy több valami egyesül, akkor fel szokott merülni az is, hogy a kollégák is megváltoznak. Tehát ez jelentett elbocsájtásokat például az önök szövetkezeténél. Hogy nem... egyáltalán most szövetkezetről beszélhetünk a B3-mal kapcsolatban? Igen, mi B3 takarékszövetkezet vagyunk, így van, és ugye 123 fiók rendelkező, mondjuk az, hogy óriás takarék jött ezáltal létre. Jó hírem van mindenki számára, a már megszokott rendeltség és fiókok továbbra is várják az ügyfeleinket, sőt mondhatom azt, hogy további olyan lefedetlen pontokat fedeztünk fel a működési részünkön, ahol el tudjuk képzelni fiók nyitását. Tehát nem, hogy kollégákat nem küldtünk el, hanem mi további fiókot szeretnénk nyitni, és ezekben a fiókokban várjuk a szakképzett kollégákat, munkatársunknak. Tehát akkor ez tényleg egy jó hír, hogy akkor nem egy stresszes dolog volt ez az átalakulás, tehát nem borultak ki az emberek, akik itt dolgoznak, nem kellett elküldeni őket, hanem tudják továbbra is folytatni a munkájukat. Bár azért, ha jól látom, ebben az irodában egy másik vezető ült régebben. Velük mi van például? Az átalakulás sosem könnyű folyamat, azt gondolom, főleg egy fúzió nem, és főleg, hogy említettem, egy 10-es fúzió nem könnyű feladat. Örömmel tudom elmondani, hogy ez egy sikeres egyesésen vagyunk túl. Két dolgot köszönhető, az egyik annak, hogy előre elkészültek erre az egyesülésre, tehát felkészültünk rá, a másik pedig az, hogy kollégáinknak a hozzáadott értéke, a lelkismeretesség és a munkája, az sikeressé tette ezt az egyesülést. Mivel ez írt egy nagyon pici város, és itt hirtelen nagyon érdekes hírek tudnak elterjedni, tehát ha például két-három ember megy egy munkahelyről betegállományba, akkor mindjárt megszületik az elmélet, hogy akkor itt valami probléma van, itt pedig lehet, hogy csak egy jó pulisztak előző nap. Elterjedtek itt is ilyen bletykák, hogy esetleg valami nyomozás volt, balé volt a banknál, nem tudom, mert nyugtasson meg bennünket, hogy nem volt semmi ilyesmi, vagy nincsen semmi ilyesmi. Ilyenről nincsen szó. Itt, ahogy említettem, egy sikeres egyesülésen és fúzión vagyunk túl. A megszokott kollégákkal dolgozunk fiókjainkban továbbiakban is, és ami még fontos is, már kiemeltem, hogy a kettő biztonság meghatározó szerepe, tehát egyrészt az OBA garancia, vagy BEVA garancia papírnál, illetve magának az integráció garanciája szavatolja az, hogy kedves ügyfeleink a pénzüket és a számláikat teljességgel biztonságot tudhatják nálunk. Befejezésül egy-két mondat a jövőről, miről álmodozunk, mit lássunk itt az önök pénzintézeténél, mi a legfontosabb, mi a teljegyű cég? A legfontosabb az, hogy az az ügyfélkört, akit eddig magunknak becsülhettünk és tisztelettünk, tovább is megtartsuk, illetve hogy új ügyfeleket szerezzünk a B3 számára. Ehhez nagyon nagy segítségünkre van a termék palettánk, termék struktúránk, hiszen egyrészt a lakos ügyfeleknek, másrészt a vállalkozói ügyfeleknek, ezen belül szeretném kiemelni az agrár oldalt, tehát akár az egyéb vállalkozókat, a gazdákat, akiket nagyon nagy szeretettel várunk, és emellett persze termékekkel is és akciókkal, illetve az önkormányzati szektornak is egy fő bástya vagyunk a környéken.